Köszöntöm a nézőket, én Polt Balázs vagyok, a Jobbik Ajkai Alapszervezetének elnöke. Szerintem Rig Lajos sajtótájékoztatója eléggé sok témára kitért. Én egy dologhoz szeretnék hozzászólni. Fülöp Zoltán ajkai fideszes képviselő egy kijelentéséhez, melyet a márciusi ajkai közgyűléshez szegezett. Itt azt állította, hogy az ajkai Magyar Imre Kórházban nincsen szakember hiány, illetve rémhírkeltésnek nevezte Schwarz Bélának azon levelét, melyben felhívta a figyelmet az esetleges lemondásokra. Most ez megtörtént, itt vagyunk. Véleményem szerint Fülöp Zoltánnak el kéne számolni a kijelentéseivel és hazugságaival. Hazugság ugyanis, hogy az Ajkai Magyar Imre Kórházban nem volt és nincs szakember hiány, hiszen már 2-3 éve vannak olyan osztályok, ahol egy adott 40-50 vagy akár több beteggel ellátott osztályt csak 2-3 ápolónő tart fent egy adott műszakban, melyek közül van, hogy csak egy szakápoló jut a többi segédápolókra. Most az, hogy ezt nem nevezzük szakember hiánynak, az felháborító és sértő az ápolónők számára. Köszönöm, hogy meghallgattak!